Egyre több szó esik arról, hogy nagyon sokan szeretnének az agglomerációba költözni, ugyanakkor kevesebb szó esik arról, hogy milyen kötelezettséggel jár az, hogyha valakinek saját háza ingatlana van. Nagyon jó dolog az agglomerációban élni, és valóban nagyon sok kötelezettséget is ró egy ingatlan tulajdonosra az, hogy kiköltözött a természetbe. Ilyen az, hogy nem csak a saját ingatlanát kell karbantartani, hanem az ingatlan körbevevő közterületért is felelősséget kell vállalnia. Gondolok itt a rendszeres fűnyírásra, a szeméttől való megtisztításra, a vízelvezető árkoknak a tisztán tartására, bár most nem időszerű, de télen a csúszósságmentesítés, illetve a hóeltakarítására, illetve hogyha bokrokat, növényeket ültetünk, azoknak a karbantartására is figyelmet kell szentelni. Természetesen az a víz, amit esetleg a házban használunk, vagy mosószeres víz, vagy szennyezett víz, az ugye nem kerülhet ki az utcára. Ez így van, ez Magyarország minden településén tiltott dolog, hogy bármi felmosó vizet, fürdővizet, akár a tetőről leérkező csapadékot az utcára eresszük, ezt a saját telkünkön belül kell elszikasztani, a mosószeres vizeket pedig befogadja a csatorna. Itt Pátyon mennyire figyelhető meg az, hogy a lakosok ügyelnek a környezetükre is, mindenki a kis saját portáját azért szeretné szépen és igényesen tudni? Vegyes a tapasztalat, természetesen az újabb részeken ez már magától értetődő, hogy figyelnek a környezetükre. Van egy-két olyan ingatlan, ahol egy kis noszogatás mindig ráfér a tulajdonosokra, hogy elérjük azt, hogy ne rongálják az utcaképet a gondozatlan ingatlanaikkal. Ugye, hogyha valaki nem tesz eleget a kötelezettségeinek, akkor ez most jogszabályszerűen milyen konzekvenciát von maga után, mi történik, hogyha valaki megszegi a szabályokat? A fokozatosság elvét tartjuk szem előtt. Először is, ha lehet, akkor a közterületfelügyelő kollégák jelzik, akár szóban, akár egy kis figyelmeztető papír elhelyezésével, hogy mi lenne az időszerű dolog, amit meg kellene a közterületen tenniük. Ha ez nem megy, akkor ők jelzik, hogy egy kicsit hathatósabb felhívásra van szükség, és hogyha ennek sem tesz az ingatlan tulajdonos eleget, akkor sajnos bírság kiszabására is sor kerülhet. Természetesen nem ez a cél. Ugye nem csak növényeket szeretünk tartani és fákat ültetni esetleg, hanem az állattartásnak is nagyon fontos szabályai vannak. Tényleg csak egy néhány mondatba emeljük ki, hogy mi a legfontosabb. Hogyha állatot tartunk, gondolok itt főképp a kutyákra és a közterület kapcsolatára, olyan módon hagyjuk ott a kutyánk után a közterületet, ahogy mi is fogadnánk, tehát szedjük össze, amit a kis kutyánk elhagy, mert kellemetlen az, amikor a látványa bántja a szemünket, még kellemetlenebb, amikor belelépünk. Pátyon mit mondhatunk el? Nagyon sok településen folyamatosan azzal kell megküzdeni, hogy az utak állapota nem megfelelő, illetve a járdákat is fel kell újítani. Itt most jelen pillanatban, aki gyalogosan szeretne közlekedni, az mennyire jó minőségben teheti ezt meg? Elmondhatom, hogy az elmúlt hetekben adtak át egy nagyon fontos járdaszakaszt, ahol a gyerekek az iskolában biztonságosabban el tudnak jutni, ez a Petőfi utca új burkolatot kapott, és én úgy látom, hogy a képviselőtestület nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mindenhol szép és rendezett járdaszakaszok kerüljenek kialakításra. Van-e olyan dolog a tavasz folyamán, amire szeretné mindenképpen felhívni a lakosok figyelmét, ami fontos? Bár még nem időszerű, de hamarosan elérkezik a parlagfű szezon. Erre kiemelten kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy figyeljenek, tépjék ki, lehet, hogy nem elég a fűnyíró, de az is több a semminél. Írtsuk a parlagfüvet, mert nagyon sok lakótársunknak okoz kellemetlenséget, és ott, ahol látják, hogy nem törődnek kellőképpen, azt jelezzék nyugodtan a hivatal felé, akár kül, akár belterületi ingatlanról van szó. Aki esetleg a saját területén nem írtja ki a parlagfüvet, ennek milyen következményei lehetnek? Függ attól, hogy bel- vagy külterületen van ez az adott ingatlan, belterületen a jegyzőhatás körébe tartozik a parlagfűmentesítés. Fogalmazunk csúnyán ki kényszerítése, ott akár egy zárt telken kényszernyírás elrendelésére is sor kerülhet, külterületen pedig az illetékes földhivatal jár el hasonlóképpen. És ennek a költségei mind az ingatlan tulajdonos terhelik, és ilyenkor sajnos bírságra is számítani kell. Fontos része az életünknek a klímastratégia, illetve ezen belül az, hogy például a gyerekek figyelmét is felhívjuk alapvető dolgokra, gondolok itt például a szelektív hulladékgyűjtés, vagy egyáltalán az, hogy ahol
ahol élünk, ott bizony ne dobjuk el a szemetet. Hát jó lenne, ha mindenki így gondolkodna. Sajnos az a tapasztalat, hogy itt-ott azért egy-egy palackos üvegnek a maradéka, megtalálható papírzsebkendő, a kellemetlenebb dolgokról ne is beszéljünk. Településünkön megoldott a szelektív hulladékgyűjtés, két hetente a házak elé kirakott papírt, műanyagot, illetve fémhulladékot a PVK munkatársai összeszedik. Papírt a sulisok ősszel és tavasszal gyűjtenek, tehát lehet félretenni nekik, illetve megoldott a használt étolaj és az üveg gyűjtése is. Üveggyűjtő konténereket találnak a PVK udvarában a pátyi lakosok, illetve két helyen is, szintén a PVK udvarában, illetve a községháza udvarában használt étolajat is le lehet rakni az arra kijelölt gyűjtőedényben. És nagyon jó lenne, hogyha mindenki odafigyelne arra, hogy amikor sétál, akár egy elejtett papírzsebkendő, akár az az üdítős doboz a kukában landolna. Az elmúlt 2-3 évben nagyon sok új kukát telepítettünk település szinten, és hát várható a kifejezetten kutyagumi gyűjtésére alkalmas edények elhelyezése is. Zöld hulladék gyűjtésére, illetve annak égetésére milyen szabályok vonatkoznak a pátyi lakosokra? Jelen pillanatban Pátyközség képviselőtestülete nem hozott olyan rendeletet, hogy a településen égethető lenne a kertben keletkezett zöld hulladék. Ezt is szelektíven gyűjtve el lehet szállítatni, akár pénzért, akár össz folyamán szokott lenni egy ingyenes zöld hulladékgyűjtés. Igényelhető az önkormányzatnál komposztláda különböző méretben. Honlapunkon bőséges információt lehet erről találni, illetve szorgalmazzuk azt is, hogy a kertben keletkezett hulladékot darálják össze, és nagyon jót tesz a kerteknek, hogyha visszamulcsolják ezeket a hulladékokat.